aki Maros Ákos históriájával nem találkozott a Magyar Zenés Színházban folyó kalandozásai közepette, annak valószínűleg a Holdon van víkendháza, és feltűnően sokat volt szabadságon, írta Romvári Gergely Facebook oldalán. A színházi rendező szerint most már legalább minden érintett szabadon beszélhet arról, ami eddig is nyilvánvaló volt. Hát Romvári Gergely nem csak rendező, hanem díszlettervező is. Következésképpen hozott magával eszközt, ez úgy látszik nem tudod levetkőzni magadról. Föl kell mutatnom? Hát szimbólumnak tekintjük, vagy elsül a fegyver? Szimbólum? Nem, tehát hogy viselkedjek? Nem, nyugalom. Szimbólumot látok bele, és egész nap cipelem őt magammal, tehát én így mentem ma... Megszoktad, megszeretted? Így mentem ma tanítani. Tehát bementem Pécset a tanítványaimhoz, és elővettem egy válfát. Mit tanítasz nekik? Színészmesterséget, leendő operaénekeseknek. Értették rögtön? Volt, aki igen, volt, aki nehezebben. Tehát a tájékozottsági szintjük az elég vegyes. De hát ugye itt azt hallottuk, hogy ez a művészi érzékenységnek, a teljes belefeledkezésnek, a nem tudom, a különleges belső világok felszabadításának a pedagógiai eszköze. Hát gondoltam, hogy teszek egy kísérletet, és elnézést, hogy viccelek, mert menthetetlenül muszáj nekem szarkasztikusnak lenni ekkora badarságok hallatán. Utána egész komolyan beszélgettünk, tehát gyakorlatilag a mai óráim azok elmentek azzal, hogy erről az egész témakörről beszélgettem velük, és ha ennyit még megengedsz, hoztam tőlük mondatokat. Mert mind a két társasággal a végén abban maradtunk, hogy ők mondanak mondatokat, amiket én ide tudok hozni, és le tudom tenni az asztalra. A kicsik, ezek a BA-sok, tehát az alapszakosok azt üzenik, hogy tanulj meg embernek lenni, és ne felejts el embernek maradni. Ami egy kicsit ilyen naívnak hangzik, de azt hiszem komolyan gondolják. Szép cél. És a nagyok ennél sokkal fragmentáltabban, tehát nem is állt össze mondattá, de a törött korsó, az alagút végén várjuk a fényt, tehát a negatív érzetek mellett az önbizalom, meg a csapat, meg az optimizmus pörgött közöttük. Én egy mondatot tettem nekik hozzá, ezt ők nem nagyon akarták még érteni, de bízom benne, hogy 20 év múlva ezt fogják, hogy ez a mi mostani jelenünk, már így szakmailag, ez menthetetlenül az ő múltjuk lesz, tehát már is közük van hozzá. Nekik valahogy erre kell majd építeni valamit, és én, tehát hogy bízom bennük, de nem lesz könnyű dolog. Gergő, Veszprém, Eger, Szeged, Madács, Székesfehérvár, ugye ma itt a Székesfehérvár Színház előkerült. Magyar Színház. Találkoztál olyan mérvű, nem ilyen szót használják, romlottsággal, és akkor ebben mindenki beleértett mindenfélét. Amikről mostanában ezek az ügyek szólnak? Hát így ebben a nyers valóságában most találkozom, ugye ez a Facebookos dolgozatomból kiderül, hogy az Ákosnak ezt a válfás történetét én 23 éve tudom. Mert hogy én is ott voltam akkor Szegeden, szintén valahol a leghátsó sorok mögött, félig meddig díszítő munkásként, és az Ákos ebből a történetből annak idején nem csinált ügyet. Ugye a írásomnak az első bekezdése tulajdonképpen erről szól, hogy azt gondoltam, hogy ha az Ákos ezt most úgy döntött, hogy fölvállalja névvel arccal, akkor annyit megérdemel, hogy elmondjuk, hogy ez egy a szakmában eléggé közismert történet, nem nagyon lehetett nem hallani róla 23 év alatt. De az ő története közismert, vagy az közismert, hogy ez így megy, és hogy ez egy gyakorlat? Mert ez nagyon nem mindegy. Az nem, megmondom őszintén. Miközben egy áldozat is áldozat, tehát nem minden, ez a kérdés. Minden áldozat áldozat. Vannak az általam ismert további, immáron ismert további áldozatok között olyanok, ahol pedig szintén ott voltam valahol a környéken, de nem hallottam róla. De hát az Ákos ilyen, az Ákos ezt az első pillanattól elmesélte volt. Tehát ezt gyakorlatilag névvel, címmel mi tudtuk, csak hát nem volt nyilvános, tehát hogy nem lehetett ezt másnak kiborítani, ezt a bilit, ha szabad így fogalmaznom, mint minden neki. Intézmény, legyen az Vígszínház, legyen az operett, legyen az egyetem maga, ugye előbb hallottuk a rektor urat. Elkötelezettnek tűnik abban, hogy rendet vágjon ebben a romlottságban, most akkor már maradok ennél a kifejezésnél, és elkötelezettek látszik abban, hogy mindenkit meghallgatva segítsen az áldozatokon. Ez látszat vagy valóság?
Honnan tudjuk? Tehát, hogy nem tudjuk. Én borzasztóan örülök neki, hogy mindenki ennyire elkötelezett, és nyilatkozatokat tesz közzé. Azt gondolom, hogy ennél komolyabb megoldás kéne. Nyilván nem lehet minden színházba erkölcsrendészt ültetni, mint régen a tűzoltó volt. Mégis, tehát valahol azt gondolom, hogy lassan el kéne indulni oktatási intézményekben, színház, ezekben zárt és nagyon hierarchikus közösségekben valami megoldást kéne erre találni. Ahogy ma, ha elmész egy kórházba, és nem jól bánik veled az orvos, akkor ott van egy a kórháztól független beteg jogi képviselő, akit megkereshetsz. Valahogy én most nagyon azt érzem, hogy ugye az ELTE-n is van botrány, tehát, hogy bele kellene ebbe állnunk így kötésig, és valahogy meg kellene oldani, mert különben tényleg egy nagyon használhatatlan közeget fogunk itt hagyni az utánunk jövőknek. Minden este, hát és most már elég sok este foglalkozunk ezzel a témával, mert hogy minden estére jut valami, vagy majdnem minden estére jut valami új, ma ugye a székesfehérvári történet. Erről én hadd ne beszéljek, ha szabad kérnem. Nem. Azt szerettem volna felvetni neked, hogy a színház vajon a társadalom zanzásítása-e? Tehát a lehetőségnek az érzelemgazdag megélése, hogy van főnök beosztott viszony, hogy több szinten vannak főnökök és beosztott, mint egy gyárban, csak hát itt minden nagyon érzelmileg felfokozott. Mert hogy úgy tűnik, mint ez a színház sajátja lenne. Én ezt annyira nem szeretem, hogy ezzel mentegetőzünk, vagy minket a kedves néző ezzel menteget, hogy ó, hát a művész ő az érzelmeivel dolgozik. És hát én most pont az ellenkezőjét mindig próbálnám kivenni belőle, csak akkor félreérthetően fogalmaztam. Én pont az ellenkezőre gondolok, mi színészek, rendezők, az érzelmeinkkel dolgozunk, tehát sokkal tudatosabban kell, hogy képesek legyünk bánni a saját állapotainkkal, mint bárki más. Ez volna a hivatásunk. Tehát nekem egészen elképesztő, hogy itt tényleg, mint a dominó dőlnek sorba, hogy senki nem tud uralkodni magán, miközben az a foglalkozása, hogy persze megél dolgokat, de azt nem a maga nyers mi voltában hasznosítja, hanem azt abból próbál művészetet, csak jó esetben művészet lesz belőle, kevésbé jó esetben csak egy iparos munka, de akkor is ez egy meló, olyan, mint a pad mellett állni és lécet gyalulni egyenesre. Tehát mi a lelkünkkel dolgozunk. Hogy kerül elő hirtelen ennyi lélektelen ember és ilyen pozíciókban? Nekem az a döbbenetes ebben, hogy ezért mi valahol mindannyian egészen biztosan felelősek vagyunk. Én is része vagyok annak a közegnek, amelyik az Ákos történetét 23 éve hordozza. Ákossal ezen nagyon jól el lehet röhécselni, mert ő egy ilyen alkatú fiú, ez látszik most is, teljesen önazonos. Ez a történet, ez konstans, ez nem változik. Én onnantól mondom azt, hogy ebbe érdemes beleállni, amikor ezt látom, hogy az Ákos sztoria, amit én 23 éve ismerek, az tényleg igaz, és nem azért, mert nyilvánvaló az egyéb dolgokból, az Ákoson látszik, hogy igaz, mert ez nem is volt kérdés, sőt, annyira nem, hogy még Kerényi Miklós Gábor is elismerte ezt a történetet. Ez így volt. Csak máshol vannak számára hangsúlyok, de van itt egy nagyon fontos mondat, és amellett én nem menni kell. Az Opera Színház főigazgatója mondja azt, hogy én sem hinném el, hogy nem tudtam róla. És ez nekem egy kicsit nem az operetről, meg a színházról, meg a színházi világról szól, hanem a társadalomról. Tehát tudunk róla, csak nem akarunk, vagy elengedjük a fülünk mellett, vagy sokkal több minden van, amit tényleg nem tudunk. Én, ez furcsán fog hangzani, én nagyon szurkolok a Lőrinci Gyurinak, hogy ezt a színházat valahogy sikerüljön neki rendbe hozni. Mentse meg? Olyan állapot van most ebben a pillanatban? Nem vagyok hozzá közel, tehát ezt nem tudom neked megmondani, de azt gondolom, egy ilyen eset után nagy a baj, és sok van belőle. Tényleg szurkolok neki. Ugyanakkor ezt a mondatát én nem tudom valóságnak elfogadni, és nem őt akarom ezzel bántani, és nem azt akarom mondani, hogy ő hazudik, hanem hogy mintha nem menne végig azon az úton, ahol végig kéne menni. Tehát, hogy itt most tényleg nyersen őszintének kéne lenni, vagy tudni kéne ezt megpróbálni. Ez is egy mániám, mi a hazugsággal dolgozunk. Tehát a színház egy hazugság, bejön a néző, és tudja, hogy az ott a színész, és nem a Hamlet. Bejön a színész, és tudja, hogy ő egy színész, és nem a Hamlet. Mégis amikor kijön a néző, azt mondja, milyen hiteles volt, milyen jól játszott. És ebben nem csak a játék van, a gyermeki játék, hanem a hazugság. A
másnak adom ki magam, mint aki vagyok valójában. Erről szól a színház. Ez egy megállapodás köztünk, hogy mi ezt elfogadjuk. Na, de napi 3 órában igaz ez az állítás. Ez lenne a és fontos, nem 21 ez lenne a fontos, hogy is. Ezt a színpadról nem volna szabad kihozni, sőt, a színpad környékén nem azt mondom, hogy bántóan, meg öncélúan, de nyersen és őszintén kéne tudni beszélni egymással nekünk. Ott bent. Az egy zárt közösség, egy nagyon védett közösség. De el kéne tudjuk mondani egymásnak, amit gondolunk a másiknak a munkájáról is, meg a másiknak a esetleg nem vállalhatónak gondol dolgairól. Én és ez így nem azt hiányzik. Gondolom, hogy te nem kifejezetten is csak a színházról beszélsz, de szerintem ezt a kedves nézők pontosan értik. Rombári Gergely rendező, díszlettervező volt a vendégünk, és van még egy fontos mondatod a Válfával. Kell kérnem egy percet a Válfának, mert a Válfa elkopik ebbe, és a Válfa ezt nem bírja, úgyhogy én a Válfát elviszem ma este, és az Operett Színháznak odaadom. Ezt úgy tudom megtenni, hogy fölakasztom a kerítésre. Ha másnak is kedve van, akkor tegyen így, viszont az nagyon fontos, hogy a Válfára én egy pozitív üzenetet fogok írni, ez most én bennem a remény. Hát, ha ezzel a Gyurit is tudom bíztatni, hogy fogjon hozzá ahhoz, amihez hozzá kellene fogni, és aki oda esetleg még Válfát hozna, az szintén valami pozitív üzenetet írjon rá, mert én már haza nem viszem őt. A és te üzeneted mi lesz? A remény. A remény. Én most makacsul nem tudom, hogy miért, de reménykedem, hogy ekkora bajból valami jónak kell kijönni. Na, kíváncsi leszek arra, hogy lesz-e ebből Válfa erdő a Nagymező utcában. Én is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.